Szent Márton ünnepnapjához, november 11-éhez számos népszokás és néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton napi népszokások egyrészt az évvégéhez, a mezőgazdasági munkák befejezéséhez, illetve az advent közeletéhez kötődnek. Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőjtelőtti előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok és vásárok. Ilyenkor nagy evésivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A Márton naphoz több időjóslás is köthető, a sült liba melcsontjából is jósoltak, ha a csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas. De az aznapi időjáráshoz is köthető hiedelem, a babona szerint az aznapi időjárásnak az ellenkezője várható télen. A hagyományoknak megfelelően a Sóstói Múzeum faluban is szerveztek mártonnapi vigasságokat szombaton. Az ételeket egy profi csapat, a megye legjobb szakácsai készítették a múzeum falu látogatói számára. A sóstói múzeum falu ajándéka volt, hogy a Márton keresztnevű látogatók belépőjegy nélkül vehettek részt a szombati rendezvényen.